Thank you.
Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit a utolsó bajnoki mérkőzés után. Külön tisztelettel köszöntöm Paposkai László urat és Ávarasi Réla urat, a megyei kézzel a szövetség elnökségi tagjait. És hát nagyon örülünk, mert az utolsó mérkőzésen úgy alakultak a szerepelnek, hogy érjenek is tudunk kiosztani. A fiatalság és az élem az út sorra teszi bennünket, hogy a múlióval kezdjük. A 2015-2016-os esztendőben az NB2 délkeleti bajnokságában a junior tabella második helyen végzett a nemzetközi szűző gyakorlálják az egyre Ózsán Magyarának és Ács István is természetesen. És akkor egy négy sorolvasás közé tartott a végéről, kik is alkották a mai napon a csapatokat. Kérném, hogy aki mondom a nevét, ez Lékén Emelő és üdvözlője a közönséget, hogy Ollival van, amivel szeretne. Jó? Török Robert, egyes számára. Debreceni Gergely, 17-es számára. Juhán Szoltán, 15-ös. Kun Miklós, 18-as. Farkas Kristó, 8-as. Hármas számú Neszten Tósa Attila. 10-esben Kovács Tamás. 13-asban Molnár Ágó. Martin, bocsánat. Becsapos volt. 77-esben Simon Márton. 71-esben Eperjesi Attila. 7-esben Eperjesi Martin. 14-esben Nagy István. Ismertem meg a Tuxa. 9-esben Rácz István Pitó. 4-esben Sós Bence. És végében Lennetés a sorban a Kolkor Mölgyő. Gratulálnának, hogy ők adották edényeknek a junior csapatunkat, és még egyszer szeretném megköszönni Ács Istvánnak és Urbán Marianyak a idei nagyon sikeres munkájukat. Köszönjük szépen meg egyszer. És hát akkor folytattak az érmek átadás. És igen, valami tudok átadnak egy sorra, mert hogy hálás vagyok a felvett csapatnak és nagyon sokat segítettek. 2015-16-os idényben az NB2 délkelet felnőtt tabellájában utolsó forduló után a harmadik helyezést érte el a Nemzetközi Kalecsi csapata. Gratulációkat is egy Urbán Amaria megjelzőszer a tudó rátátani. Köszönjük szépen ezt a részt a és akkor itt is menjünk sorba az érjelten átállás. Köszönöm, Barra Lapa, 14-es. Kovács József, 5-ös. Rácz Ferenc, 25-ös. Tárnyék Ferenc, 3-as. Andor Rola, 7-es. A következő ilyen minden megcsendékén más számára. Köszönöm szépen!
19-es nagymasnál. 23-ással többet nézett kívánok Ákosnál. 13-ással Tomszerre. És 12-esen állt a tagom a török Norbert. Nagyon szépen köszönjük át ezt a szép eredményt nektek ki. Rakinek nem nagyon sok mindent kell megköszönni az elmúlt év munkáját, meg hozzá. Ugye már az idei évben harmadik helyezést kezdtünk el, de volt ott a déli csoportban, ami igazán a budapesti nagyon szép első helyezés is, a junior csapattal ezüst érvényi és sok-sok más szép eredményi. A mai napon a mezőszúri padon utoljára egyenlőre, úgyhogy nem is hozom az a jövő, de egyenlőre utoljára előtt, és nagyon szépen szeretném megköszönni az elmúlt években végzett kitűnő munkáját. Urbán Mariannak egy nagy tapsosra megköszönöm. Nagyon szépen köszönjük magam, és megkérni a kommunikatot. Azt a világ, azt lehet először meg a Lucsán család. Thank you.
és a háttérben belül a és nem szokszak a kamerákkal, hogy a fényképeken voltak benne, de nélkül nem lőtt, hogy benne gyövődik, hogy megtörténik, úgyhogy hát most a nevet még is az a gyártára, de nagyon szépen köszönjük. Kérlek egy nagy tapsot látjátok. És a sorban még mindig sírják. Ugyanis vannak nekünk, hál' Istennek nevet a kezd körökszorzolói, akik, mivel körökszorzolók tudták adani, hogy milyen jelenlőnek válnak ők, és ezt meg is előrevezték el. A juniori csapatnak a második helyezését érkezett adottan, a felnőttnek pedig a harmadik helyezését. Nagyon szépen köszönjük ezt a kedvességet, és még egyszer hangsúlyozom, hogy ezt nem mennyi pénzt kiszállni a kedves szurkolói kérdezhetnék. Egyébként a sarokban megyünk a... És akkor még egyszer a köszönetet a szó. Én nagyon szeretném megköszönni a kedves közösségek is. Mezőszületek, túlkerületek, mert sok ajánlatának szeretne nem is. Mindazt az a kitartó dolgolás és túlkodás, azok a ilyen hasonló szorzó kérdezéseknek segítettek átállítani a csapatot. Úgyhogy én a csapat részhozóti, a csapat adattól kérnék egy nagy tapsot a közönségnek. Közönség két olyan mérkőzést láthatott, ami győzelmet hozott. Az első mérkőzés azért volt fontosabb számunkra, hiszen ennek az eredményén múlott az, hogy ezüst vagy bronzérmet nyernek a fiatalok, mind a mellett égtek a vonalak Makóra is, hiszen a Köröstarcsa Makón játszott, és sportszerűtlenül ugyan, de örülhetünk a Köröstarcsa vereségének Makón, így lettünk ezüstérmesek. A felnőttek már teher nélkül léphettek a pályára, hiszen a bronzérem már az előző fordulókban biztosnak látszott. Ez azt gondolom, hogy rányomta a játékra is a bélyegét, hiszen koránt nem voltak olyan motiváltak, mint az eddigi hazai mérkőzéseken. Én itt most befejeztem a mezőtúri edzősködésemet. Én nagyon meg szeretném köszönni a város vezetésének, a vezetőségnek és a játékosoknak az eddigi munkáját. Nagyon jól éreztem magam. Köszönöm. Miért hagyod abba az edzősködést a csapatnál? Hát úgy gondolom, hogy ez olyan mérték ben lekötötte az időmet, és főleg a hétvégéimet, hogy így a családommal kevés időt tudtam eltölteni. A továbbiakban sem szakadok el a kézilabdától, főként az utánpótlás neveléssel fogok foglalkozni, és több időt szeretnék lenni a gyerekeimmel.